Sziasztok! A mai videóban ezt a Cut Crease sminket fogom nektek elkészíteni. Remélem tetszeni fog, ha igen, iratkozzatok fel a csatornámra. Először vigyetek fel a mélyítővonalba egy világos meleg árnyalatot. Mivel nekem a mélyítővonalam eltűnik, hogyha kinyitom a szemem, ezért én egy kicsivel feljebb fogom megrajzolni. Ezután ugyanoda, ahova az előző világos szint feltettétek, vigyetek fel egy árnyalattal sötétebb szint is. Ha kész vagytok, rajzoljatok egy határozott vonalat a mélyítővonalba. Ahogy az előbb, én itt is egy kicsit fejjel fogom rajzolni, hogy ha kinyitom a szemem is látszódjon a vonal. Most egy nagyobb ceruzaecset segítségével satírozzátok el a vonalat úgy, hogy felfelé füstös legyen, viszont az alsó része maradjon éles. Ezután vigyetek fel egy bőrszínű krémes szemfestéket, vagy akár korrektort is használhattok, úgy, hogy annak a csíknak az alsó része éles maradjon. Használjatok egy csontszínű szemfestéket a krémes állagú szemfesték fixálására. Készítsétek el a tusvonalat a megszokott módon. Az alsó szemhéjakra először egy világos meleg szint, aztán egy sötétebb lilás szint vigyetek fel. A könnycsatornához egy csillogós, a szemöldök csontra pedig egy fényes szemfesték kerüljön. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett nektek, iratkozzatok fel a csatornámra!